Kezdetét vette a budavári palota Turul szobrának rekonstrukciója. Emellett megújul a Habsburg kapu is, mely csak úgy, mint a szobor, a legendás építész Hausmann Alajos által irányított átépítési munkálatok idején került a várnegyedbe. Hausmann Alajos a budavári palota építése során, amikor gyakorlatilag az északi szárnyakat lezárja, akkor azzal a feladattal kell, hogy szembesüljön, hogy a Szentgyörgy tér és a budavári palota kertjei közötti szintkülönbséget áthidalja. Erre megtervez egy neobarokk és kicsit már szecessziós elemeket tartalmazó kaput, amit egy kétkarú lépcső köt össze a két szint közötti különbség kapcsán. Ezt a két oldalról viszont le kellett valamilyen módon zárni, mondhatni, hogy optikailag zárni. Az egyik az adott volt, mert az maga a palota épületének gyakorlatilag az észak-keleti fala, a másik pedig egy olyan oromzatos oszlopfőre helyez rá egy szobor művet, amire Donát Gyulát kéri fel. Donát Gyula itt gyakorlatilag a legremekebben sikerült turulmadarát álmodja ide meg, ami gyakorlatilag a várfalra egy 45 fokos szöget zár be. 1903 és 5 között készül el a szobor. Egyesek szerint egyébként a feszti körképben modellt álló sólyom és sasmadarak ismétlődnek itt meg, hisz ő jóba volt az alkotóval, és onnan vette a modellt is ehhez a madárhoz. Ugye ez attól, hogy egy magyar nemzeti szimbólum, attól még egy élő madár adta ehhez a modellt. A 10,5 méter magas bronzszobor a helyszínen került összeállításra, és 1905-ben a Habsburg kapu díszes kerítésének sarkán állították fel. Második világháború az, ami a következő szakasza ennek a madárnak a történetében, mint ahogy az egész budavári palotának, hisz olyan szintű sérüléseket kap a palota is, többek között a kapu is, és a madár is, aminek a helyreállításáról a későbbi kor restaurátorai elkezdenek gondolkodni. Ez 1970-ben következik be, amikor a turulmadár restaurálása során megpróbálnak olyan korhű anyagokat használni, amikkel a restaurálás során azokat a lövésnyomokat eltüntetik, illetve azokat a különböző csorbulásokat, amik az időközben történtek. Ez hellyel közel sikerül. Hellyel közel azért, mert egyrészt használtak idegen anyagokat is a restaurálás során, illetve használnak olyan összenemférhető anyagokat, amik káros kémiai folyamatokat indítanak be, és hát természetesen a madár belső acél tartó szerkezetét is érik természetes korrózió során is károk, és ennek folyamán, akkor, amikor a Nemzeti Hausmann program keretében a várfal rekonstrukció elindul, gyakorlatilag erre a várfalra ráépített díszes kapu és a rajta lévő turulmadár restaurálásra, rekonstrukcióra sorul. Ezt most indult el ez a program. Turulmadárat a helyszínen kapott egy átfogó vizsgálatot, egy szemlézést mondhatjuk így, amiben megállapításra került az, hogy ott a helyszínen nem lehet ezeket a hibákat javítani, mindenképpen le kell emelni a helyéről. A kockázati tényező ugye az volt, hogy egyben le lehet emelni vagy sem, ez gyakorlatilag a restaurátorok előkészítésén és a kivitelezővel való operatív együttműködés révén egy kicsit egy ilyen műszaki bravúrként, de sikerült onnan leemelni a helyéről, amit most itt a Savoyai teraszon állítottunk fel, mondhatni, hogy egy szabadtéri restaurátor műhelyben kerül majd restaurálásra. A kőmunkák természetesen a helyszínen kerülnek restaurálásra, ez mind a kapuzatra, mind a lábazati kövekre, mind a lépcső karokra is ki fog terjedni, és a kovácsolt vas munkálatok részben műhely körülmények között, részben pedig itt a helyszínen kerülnek restaurálásra. Az említett munkálatok mellett többek között folyamatban van a Szent István terem, a Szent György tér és a Honvéd főparancsnokság felújítása is. Így szépül meg lépésről lépésre a Budai vár és környéke.